Miután befejeztem a Vice City érdekességek videót, sorra kezdtek eszembe jutni olyan dolgok, amikről megfeledkeztem. Mivel már fent volt a videó, nem akartam letörölni néhány apróság miatt, azonban egyre több dolog jutott az eszembe, és ti is sok mindent leírtatok a videó alá, amit érdekesnek találtam. Szóval úgy gondoltam, megér még egy videót a játék. Mielőtt belekezdenénk, hadd mutassam meg, hogy miért ne használjátok a repülőautók kódot helikopterezés közben. Az előző videóban szó volt a buszozásról, mint alternatív pénzszerzés, de akad még egy pár ilyen a játékban. Downtownban, ha kidöntöd a parkolóórát, fel tudod szedni a tartalmát. Ha meglátod, hogy a rendőr üldöz valakit, üsd le a delikvenst és jó polgár bónuszt kapsz. Miután megcsináltad a bankrablást, visszatérhetsz az El Banco Corrupte Grande-ba, ami egyébként nagyon korrupt bankot jelent, és felszedhetsz még némi készpénzt. Elég sok pénzhez lehet jutni még úgy, hogyha ráfogod a fegyvert a boltos fejére, ekkor elkezdi a pénzködegeket az asztalra tenni, viszont vigyázzatok, mert utána viszont körözést kaptok. Ha társjöves puskával meglövöd a holdat, változtathatod a méretét, nem törődve az árapály jelenségekkel. Ez a jelenség benne van a GTA 3-ban és a San Andreasban is. A pizzázó melletti temetkezési vállalkozó kirakatában egy Steven Mulholland feliratú sírkövet találhatunk, aki egy pályadizájnerként dolgozott a játékon. Ez a sírkő egyébként sok más GTA-ban is visszaköszön. Néhány másik sírkőn a Rockstar Games logója látható, nem messze pedig van egy hentes bolt, ahol elég szokatlan dolgokat árulnak egy hentes bolthoz képest. Például emberi szervet és egy levágott kart. Ezen az agyvelőn már inkább meg se lepődök. A temetkezési vállalkozó mögött egy kisebb temető található, ahol egy csontvázat ki is ástak. Talán a kettőnek közel lehet egymáshoz. A Malibu klubban egy elég érdekes formációval találkozhatunk. Különféle munkát betöltő emberek táncolnak a színpadon. Munkás, rendőr és a többi. Ez egy utalás a Village People zenekarra, akik elég hasonlóan néztek ki. A 80-as évek nagy sikerű sorozata is kapott egy kis helyet a játékban. Hármas körözésnél előfordulhat, hogy a Vice Squadot küldik ellenünk, akik nagyban hasonlítanak a Miami Vice főszereplőire. A szekcióra egyébként még a GTA 4-ben is visszautalnak. Érdekesség, hogy az ő járművüket attól függetlenül, hogy hatósági jármű megjavítják a Pain Spray-ben. A játék rengeteget változott, mire elérte a teljes kinézetét. Csak hogy néhányat említsek, rengeteg fegyvernek más textúrája volt, sok visszatért volna a GTA 3-ból, a rendőrautónak más textúrája volt, kicsit más volt az égnek a színsémája, Tommy inge sötétebb volt, a térkép is egy kicsit máshogy nézett ki, eredetileg a reptér nagyobb lett volna, illetve nem lett volna katonai bázis, ami mondjuk nagy kár lett volna szerintem. A játék fájljaiból azt is megtudhatjuk, hogy tervben volt az FPS mód, bár ezt csak a GTA 5-ben rakták bele a sorozatba. Nos, ennyi lett volna ez a videó, én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ez egy kicsit rövidebb volt, mint az előző, de nem akartam annyiban hagyni ezt a játékot, mert úgy gondolom, hogy ez a játék tényleg megérdemelte a két részt. Legközelebb már valami mással jövök, nem GTA-val, addig is köszönöm szépen a figyelmeteket, legközelebb találkozunk, sziasztok!